Most, amikor eljöttünk a Mária Pócsi szentélybe, odafigyelünk az ima szándékra, hiszen valamiképpen képviselői vagyunk sok-sok embertársunknak, nem csak az országban, hanem világszerte, akik, ahogy hétköznapiasan szoktuk mondani, gyógyíthatatlan betegek. Pár héttel ezelőtt Jézus csodáinak kapcsán így kezdtem a prédikációt egy fiktív, nem létező névvel. Tóth András testvérünk rákos beteg. Mi erre az első reagálásunk? Legyintünk egyet talán is, leírjuk az élők közül. Nem volna jó. Sokszor sajnos ezt tapasztaljuk, ha valakiről meghalljuk, hogy súlyos beteg, és hogy mi a baja, akkor már leírtuk őt. Vége. Megvannak számlálva a napjai. Ez az alkalom is, az előző hat alkalom is arról szól hozzánk, hogy nem így van. Isten tervei egészen mások az emberrel. Miért merem ezt mondani? A Szentírásban azt olvassuk Máté evangéliumának 7. fejezetében, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyittak nektek. Mi nem másnak az ajtaján zörgetünk, mint az Istennek az ajtaján, nem másnál keresünk vigasztalást, megoldást és gyógyulást, mint a jó Istennél, és így zörgetünk türelmesen, igaz szívvel és lélekkel. Kik voltak ma itt Mária Pócson, és miért jöttek? Ma a rákgyógyszerért és a rákos betegekért könyörögtünk, az ország minden területéről jöttünk. Nincs olyan család szerintem az országban, de lehet, hogy a világon se, aki valamiképpen ne lenne érintett ebben a kérdésben, hiszen ismerőseink, barátaink között voltak is, vannak daganatos betegek, és valóban fontos, hogy ne maradjanak magukra is, természetesen keresztény emberek lévén fontos helyet kapjon az értük való imádság, és én nagyon üdvözöltem az ötletet, a gondolatot, amikor biztos, hogy a Szentlélek irányítására ez elindult, ugye ez volt a 7. alkalom, és biztos, hogy áldás és sok kegyelem fakad ezekből a imádságos együttlétekből, Isten dicsőítésekből. 7 hónappal ezelőtt, akkor ezek szerint szeptemberben indult el, Mária Makason volt az első ilyen mise. Én azért mentem oda, mert engem engesztelésre hívott az Isten már egy ideje, nem voltam rákos beteg akkor éppen, és eszembe nem jutott az, hogy saját magamért imádkozzak ott. Ennek ellenére az első misén nekem meggyógyult valami nagyon-nagyon súlyos derékfájásom, és ezen kívül 3 napja én iszonyatos rettegésbe éltem, mert valami nagyon súlyos probléma volt a gyerekemmel, ilyen emberileg megoldhatatlan helyzet. És ott ezen a misén én bizonyosságot kaptam az Úrtól, hogy nyugodjak meg a gyereknek, hajaszála se fog görbülni, és valami egész csodálatosan oldódott meg a gyerek helyzete. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az előbb nagyon furcsán fogalmaztam, hogy akkor éppen nem voltam rákos beteg, amikor elkezdődött ez a 9, de 10 évvel ezelőtt,
egy kórházban, egy tüdőszűrés alkalmával közölték velem, amikor vissza kellett mennem, hogy rosszindulatú daganat van a tüdőmben. Én mondtam az orvosnak, hogy én egyedül nevelek két gyereket, ne vacakoljon, hanem nekem mondja meg, hogy nekem mennyi időm van, mert két gyereket el kell helyeznem. És azt mondta, hogy asszonyom, 2 vagy 3 hónapja van hátra. És síró görcs folytogatta a torkom, kerestem valami sarkot, ahol elbújhatok, és akkor azt hallottam, hogy nagyon szép ajándékot kaptál Istentől. És nagyon mérges voltam, és nagyon dühös, hogy uram, egy kicsit kisebb ajándékot nem lehetett volna adni, nekem itt van ez a két gyerek, mit csináljak vele? És ez a hang nem hagyott nyugodni egész addig, amíg mentem haza, állandóan hallottam, hogy nagyon szép ajándékot kaptál Istentől, köszönd meg. És amire hazaértem, addigra nyilván nem magamtól, mert nem lettem volna rá képes, meg tudtam köszönni szívből, ugye nem tudtam, hogy mit. Aztán kiderült, hogy a férjem, akit már 6 hónapja nem láttunk, és azt se tudtuk, hogy mi van vele, amikor meghallotta, hogy én ilyen beteg lettem, akkor térden csúszva végigment 2000 kilométerre tőlünk egy templomot, és úgy zokogva kérte az Istent, hogy hagyd tehesse jóvá, amit eddig elkövetett. És aztán 6 hónap múlva a CT az engem rákmentesnek tüntetett fel. Könyörgés és az engesztelésnek az értékét értékén kell kezelni. Tehát, hogyha valami baj van az ember életében, akkor igenis le kell térdelnünk és kérnünk kell, mert van megoldás, és a megoldás Jézus Krisztus. Én magam is tapasztaltam már saját magamban is gyógyulást, ima alatt és mások életében, és ami visszajelzés volt, tehát, hogy a Szentléleknek, a Jóistennek a kegyelme az működik. Én most van egy kis beteg csontákos barátom, akit rendszeresen látogatok, és kicsit vele is példálóztam a Szentbeszédben, aki nagyon mélyen hívő srác, 16 éves is, és akkor, amikor azt a prédikációban is említett példát mondtam, hogy ez a Krisztus van a kezemben, aki ott volt és gyógyított, és meg lehetett érinteni, az van itt. Imádkozunk, engesztelünk, hittel, szeretettel, és mégis el kell engednünk, akiért imádkoztunk. Mi lesz akkor az ima meghallgatással? Hogyan valósul meg? Úgy valósul meg, hogy gyakorlatilag az úgy imádkozunk, hogy az Isten akarata legyen meg, hogyha az Úr azt akarja, hogy elhívja, mert már a föld élete befejeződött, akkor elhívja. Tehát ezt teljesen belenyugvással kell fogadni, viszont ha meggyógyul, akkor meg annak örvendünk. Én is szeretnék egy példát elmondani az én saját életemből. Én nekem a kislányom koraszülötten született, és nagyon sok agyműtétet hajtottak végre rajta, 12 szám szerint egy év alatt, tehát egy ilyen orvosi műhiba történt vele, és nincs látóközpontja, tehát gyakorlatilag a gyerek teljesen vak, tehát mind a két orvos is vaknak nyilvánította, és én eljártam szentmisére, és minden szentmisén az Úr átváltozásánál könyörögtem az Úrhoz, hogy Uram, add vissza a látását, és az én gyerekem lát. Minden orvos csodálkozik rajta, megnézik az MR képét, és azt mondják, hogy ezt nem hiszik el. És műtve is van a szeme, mert retinapátiája volt, tehát gyakorlatilag fizikálisan is érintett, illetve az agyi rész is érintett. Tehát Istennek nem lehetetlen semmi sem, hogyha az Úr az megérintem Jézust, ugyanúgy, hogy a vérfolyásos azt mondja, hogy az Atya is prédikálta. Isten ma is itt van, és ma is gyógyít, és szabadít. Thank you.
A török bálinti szeretett földjek közösség azt hiszem, hogy nagyon intenzíven vesz részt a magyarországi engesztelésben, és ennek a Szentmise 9-ednek a szervezésében is jelentős szerepet vállalt. Azt hiszem, hogy az engesztelők soha nem azért könyörögnek, hogy XY meggyógyuljon, XY már így járjon, vagy úgy járjon, hanem valószínűleg a Csilla is, amikor imádkozott, akkor mindig úgy imádkozott, hogy lássanak is lány úrom, ha te azt akarod. Tehát minket csalódás nem érhet, mert mi az Isten akaratáért könyörgünk. És számtalan olyan csodálatos dolog történik körülöttünk, hogy van, amikor szinte egy lábon szeretnénk ugrálva örömünkbe körbe táncolni egy teret, mert egyszerűen szétfeszít minket az öröm, mert olyan csodák történnek körülöttünk. Amikor valaki meghal, akkor mi abból belenyugszunk, hogy ez volt az Isten akarata, és boldogok vagyunk attól, hogy ő már ott van az Úrnál, és milyen boldog. Nagy bajban az emberek régen is Istenhez fordultak. Török Bálinton, amikor volt a nagy pestis járvány a középkorban, az összes ember kijött a város határába, letérdelt, és könyörgött Istenhez, hogy az ő településüket kerülje el ez a borzasztó járvány. És lásd csodát, az Úr csodát tett, Török Bálintot nem érte a pestis. Ennek az emlékére emeltek egy kápolnát, amit a mai nép úgy nevez még most is, hogy a pestises kápolna. Tehát Jézus akkor is gyógyított, most is. Ez nekünk, ez a rákgyógyszere, ez a most egy pestis értékű, iszonyatos betegség. És hiszük, hogy ha mi is most letérdelünk és könyörgünk, az Úr meg fogja hallgatni az imáinkat, majd hogy mikor az ő dolga, de hogy meghallgatja, ez biztos. Egyre többet találkozom ilyen beteg emberekkel is. Azt is megmondom, hogy amikor hozzájuk megyek, vagy imádkozom értük, magam is elmegyek előtte Szent Gyónást végezni. Tehát nagyon fontos, hogy a kegyelem állapotában legyünk. Mint ahogy a példában is mondtam, hogy a gyerekeknek az imádság az biztos, hogy fontos, és a hathatós a Jóisten előtt. Érdekes dolog, és nap mint nap rádöbbennek a méltatlanságomra, kicsiségemre, ugyanakkor hálát adok a Jóistennek, hogy papszentelés kegyelmével ilyen adományok is vannak, és többször kellene ezt hangsúlyozni, azt hiszem, hogy az emberek döbbenjenek rá, hogy itt van közöttünk. Megmondom őszintén, a prédikáció felét nem tudtam elmondani, mert akartam a hét szentséget sorra venni, hogy micsoda csodák vannak egy keresztség alatt, meggyógyul a beteg gyerek, az áldozás után gyógyulások történnek betegek kenetében, Szent Gyónásban és itt tovább. A házasság maga is gyógyító szentség, ahol a békességben, szeretetben élnek is. Közös imádság ott van a házastársak között, hogy semmi nagy probléma nem lett, illetve ha van is, ők kéz a kézben egymás segítve el fogják tudni azt viselni, és fel tudják dolgozni Isten segítségével. Testvéreim, segítsünk egymáson az imádságban, az imádsággal, itt ezen a csodálatos helyen. Én azt hiszem, hogy ez a hely örök példája annak, hogy Isten nem hagyott el bennünket. Itt is Krisztus a fő, hozzájöttünk. Ő a mi gyógyítunk. Ő az, akihez oda visszük a gondjainkat, a bajainkat, s mások gondjait, bajait is. Nagyon kérném a testvéreket, azokét is vigyük oda, akik nem tudnak imádkozni. Vigyük oda, ajánljuk föl őket a kenyér és a bor mellé. És hogy imádságunk még hathatósabb legyen, kérjük a Pócsi könnyező szűzanyát, hogy ő, aki eljött, és többször megmutatta anyai szeretetét. Az édesanyák sírnak nagy örömükben és nagy bánatukban. Ő eljött, könnyezett, figyelmeztetett, hogy térjünk fiának útjára, megtartva az ő parancsait. Kérjük az égi édesanyát, a Pócsi könnyedő szűzanyát, hogy segítsen bennünket. Jól imádkozni, helyesen imádkozni, és azt az ima szándékot,
amelyért ide fáradtunk, az ország szinte minden részéből, vigye Szent Fia elé. Nézd, fiam, eljöttek sokan hozzám, a pócsi szűzanyához. Eljöttek, mert úgy érezték, hogy én meghallgatom őket, és tolmácsolom feléd az ő kéréseiket. Itt vannak az ő kéréseik, hallgasd meg őket te, aki meggyógyítottad a vakot, a bénát, a sántát, aki meggyógyítottad a bélpoklost, aki halottakat támasztottál föl, te, aki a szívükbe költözöl majd a szent áldozás pillanatában, önmagadat adod, gyógyítsd meg őket, gyógyítsd meg betegeiket, hogy minél több ember álthasson és magasztalhasson téged, dicsőítve a Szent Háromság egyistent, dicsőítve a te áldott szent neved, egyszülött fiam, Názareti Jézus Krisztus. Amen.